Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Mai szedmisénket, hálódásokat mutassuk be az eltelt iskolai esztendőért. Szedmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvérei, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, add, hogy szentemedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem volod meg azoktól, akik ezt szeretetet tanítasz. A mi Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom az irgalom és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak, gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszülöttet. Azon a napon olyan gyász lesz Jeruzsálemben, mint Hadad Rimmon gyásza Meggidó mezején, amikor megsiratták Josiás királyt. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntől és a tisztátalanságtól. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a Jézus Krisztusba vetett hit által mindnyájan Isten fiai vagytok, hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerinti örökösök. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek! És a felekedben. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak: van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások viszont a régi próféták közül támad föl valaki. Ő tovább kérdezte: hát ti kinek tartotok engem? Péter válaszolt: az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt nem mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: az emberfiának sokat kell szenvednie. A főnek, a főpapok és az írástudók elvetik őt, de harmadnapra feltámad. Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta: aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Mert aki mindenára meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, kedves gyerekek! Évközi 12. vasárnapunk van, és háladásként is jöttünk össze. Hálát adni az elmúlt esztendőért, ezért a tanévért, ami most már mögöttünk van. Istennek legyen hála, és hát hála Istennek, hogy véget ért. Itt a nyár, ránk szakadva az egész kánikula. Ennek van az ideje. Egy gondolat erejéig álljunk meg azért a mai evangéliumnál. Csak egy rövid gondolat erejéig. Az imént hallott rész olvasható mindhárom szinoptikusnál, Mátinál, Máknál és Lukácsnál is. Picit másként írja le mindegyik. Szerintem Máté a legszebb. Ezt a szentírási részt tekintve. Na, nagyon fontos, hogy Lukács kezdi, hogy Jézus egyedül imádkozik, és csak a tanítványaival van együtt. Csak a tanítványnak teszi fel ezt a kérdést, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát. És ez fontos. Ha az egyszerű hétköznapi dolgainkból indulunk ki, megtapasztaljuk gyerekként is, hogy míg elsőben küzdünk az egyszer egyel, szó szerint, hogy beemeljük a fejünkbe a szorzótáblát, addig mondjuk az nyolcadikból visszafelé tekintve ezen viccesnek tűnik, hogy miért kellett nekünk annyit küzdeni vele, hisz ez olyan pofon egyszerű, egyértelműnek tűnik, mert bevésődött, mert most már rutinból nyomjuk. De addig el kellett jutni, addig azzal a munka van. Ott vannak az apostolok Jézussal, akik hallgatják őt, túl vannak már néhány képzésen, túl vannak az egyszer egyen, és most már föl lehet nekik tenni komolyabb kérdéseket is, amelyek túlmutatnak a kezdő kérdéseken. Kinek tartják az emberek az emberfiát? Kinek tartotok ti engem? És hát, ha ma tesszük fel a kérdést, ugyanezek a válaszok születnek. Olyan valaki, aki érdekes, olyan valaki, aki újat mondott, aki talán hasonlít is valakire. Olyan, mint a többi nagy próféta, mint Mohamed, vagy mondjuk, mint Krisna. Hát nem hasonlókat mondanak ők is. Szeretet, békesség, öleljük meg egymást, ilyesmi, nem? Hát hasonló. És akkor azt mondja Péter: te vagy az Isten fölkentje. Te vagy a Messiás. A többi tanítványt a közelébe jár a helyes választ, de Péter adja meg az igazit. És ezt nekünk is föl kell tenni. És hogy azt gondolom, hogy haladunk előre, úgy kapunk más válaszokat. És fontos, hogy megértsük azt, hogy az egyszerű tanulmányainkban ott van a folyamat, és ott van a fejlődés, akkor a hitünkben is ott van a folyamat, és ott van a fejlődés. Nem jön az meg csak úgy egyszerre. Mennyi kétszer kettő? Négy. Szerinted. Most még azt tanulod az iskolában, hogy négy. De ha elmész egyetemre, mondjuk matek szakra,
akkor a bújai féle algoritmusban, aki ezt tanulta már, vagy foglalkozott vele, meg fogja tanulni, hogy a 2x2 nem biztos, hogy 4. Aki jár egyetemre, vagy fog, és tanul ilyen kis bonyolult matekot, az tudni fogja, hogy a legegyszerűbb matematikai tételek dőlnek meg. A 2x2 is. A legegyszerűbb kérdéseknek tűnik ez, hogy kicsoda Jézus? Pedig a válasz nem is annyira egyszerű. Na kicsoda Anita? Na mondjad! Isten fia! Te nem ennyi többet hittarra szerintem. Jövőre nem kell járnod hittarra. Jó, felmentelek. Nem, csak viccelek. Ő jó választ adott. Van egy történetem. A történet egy kínai történet. Volt egy kínai császár, megöregedett, és azt gondolt, hogy át kéne adni az uralkodást most már valakinek. De nem úgy, ahogy eddig történt az országában, nem jelöl ki senkit utódjául, hanem összehívta a szerinte uralkodásra alkalmas ifjakat és középkorúakat, és azt mondta, hogy megöregedtem, nem tudom, kit válaszok utódomul, ki lenne az, aki méltó lenne beleülni a székembe. Ezért adok mindenkinek egy magot. Ez egy nagyon különleges mag. Vigyétek haza, gondozzátok, ápoljátok, és egy év múlva hozzátok el, hogy mi fejlődött ki ebből a magból. Mindenki hazavitte, volt egy Ling nevű kis fiú is, ő is hazavitte ezt a magot. Elültette a cserépbe, az anya segítségével, kicsit megkopirgálta, elkezd öntözgetni, teltek a napok, a hetek, és az ő magjával nem történt semmi. És a társai mesélték, hogy mi nő az ő cserepükben. Hogyan kezd ez a mag életre kelni, hogyan kezd szárba szökkenni. És hogy teltek a napok, a hetek, arra gondolt, hogy megölte ezt a magot. Elpusztította. Pedig gondozni akarta, de elpusztította. És hogy teltek a hónapok, egyre lelkesebben meséltek a társai arról, hogy milyen növények fejlődnek nekik az ő cserepükben. És ő teljesen szomorúvá lett, hogy valami biztosan nagyon elrontott, hisz nem érti, hogy ez miért nem fejlődik, hisz gondozza. Eltelt az esztendő, és el sem akart menni a császár udvarába, nehogy kinevessék őt, vagy még rosszabb, megbüntessék. De az anyja unszolására mégis odament, és hogy érkezett meg az üres cserepével, többiek pedig díszesebb virágot, növényeket vittek oda, és kinevették, hogy neki milyen kis vacak cserepe van, amíg árva gaz sincs benne, nemhogy valami díszes növény. És tényleg meghúzódott a sarokba, szégyelte, röstelte a dolgot, talán még az anyját is szitta, hogy mi a csodának kellett ide jönnie. Megérkezett a császár, szétnézett a pompás alkotások körött, és elkezdett sétálni. Majd meglátta ezt a fiút, aki ott áll, kuporogva a sarokba, az üres kis cserepével, amiben nincsen semmi, csak egy halott mag. És oda hívta a császár, hogy jöjjön vele, foglalj helyet a trónjánál. Majd elkezdte a mondókáját, hogy egy évvel ezelőtt mindenkinek adott egy különleges magot. Mindegyik mag meg volt főzve. Alkalmatlan volt a termésre. Mindegyik halott volt. És mondta többieknek, ti amikor ezt észrevettétek, hogy ez a mag nem kelt ki, kicseréltétek. És be akartatok engem csapni. Egyedül ez a fiú merte elhozni a halott magot, amiből semmi nem fejlődött ki. Itt van Ling, a következő császár. Sokszor megtapasztaljuk azt talán, hogy más beszél az ő istenéről, nagy idézőjelben, hogy ez milyen csinos, mennyire pompás, mennyire más, mint amit talán mi dédelgetünk is. Talán el is röstöljük magunkat, hogy ez az enyém. Most akkor hogyan is vagyok én ezzel?
És Jézus úgy folytatja az evangéliumot most már mindenkinek, hogy aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen. Minden nap. Minden áldott nap. A hétköznapjainkban. Ami már sokkal nagyobb kihívás, mint egy elképzelt valamiről beszélni, aminek soha nem is voltam a birtokában. De ne felekezzünk a gyerekekről sem. Azt gondolom, sokat ültem én is iskolapadban, 20-valahány évet, letoltam én is a katedra másik oldalán, előttetek is van még jó néhány, és hogy nagyon nehéz, azt gondolom, legalábbis nekem nagyon nehéz volt becsületes diáknak maradni. Olyannak, aki, hát hogy mondjam ezt szépen, tisztességes úton szerzi meg az eredményeket. Nem mindig egyszerű. Azt gondolom, sokat csábít, kísért minket, legalábbis engem sokat kísértett, hogy könnyítsek a helyzetemen, bizonyos külső technikai segítségeket igénybe véve, nyilván, ami akkor adott volt és lehetőség volt erre. Hogy nem mindig könnyű. Nem mindig könnyű ennek a kísértésnek ellenállni, és azt gondolom, nem mindig könnyű magunkat oda tenni iskolába 100%-osan. Nem könnyű. És nem könnyű sokszor igazat mondani sem. És tényleg becsület mindenkinek azért, aki oda tette magát ebben az esztendőben. És ha bármelyik falumra gondolok, Kakucsra, Inárcsra, és most Inárcsról beszéljünk, hogy szerencsések vagytok, hogy van egy jó iskolátok, szerintem. Ahogy azt mondtam húsvétkor nektek, hogy láttam már néhány templomot és egyházközséget, és azt kell mondom, az Inárcs egyházközség jó egyházközség, volt alkalmam látni néhány iskolát is, oktatási intézményt. És hát sok gyalázatosat láttam. És ez jó. És van egy vicces történetem nektek, ezt múlt héten elmondtam Kakucson is, hogy nagyon nehéz tényleg becsület oda tenni magunkat. A történet szerint egy férfi és egy nő autóznak. Majd a rendőr lemeszeli őket. És rendőr mondja a férfinak, ő vezetett, hogy ne haragudjon, uram, a 90-es táblát nem vette észre. Ön legalább 120-szal ment el. Ez lehetetlen, mondja a férfi, legalább, maximum 100 km/h, de semmi szín alatt nem több. Majd megszólal mellett ülő feleség, hogy miért mondod ezt? Hát én is látom, kérlem őt, uram, legalább 130-szal mentél. Folytatja a rendőr, és tudja, megnéztem a hátsó lámpáját, ki van törve a féklámpának a búrája. Nem szabad így autóznia, ez így baleset veszélyes. A férfiát, tényleg? Észre se vettem, míg az indulásnál úgy tűnt, hogy teljesen épp. Megszól a mellett ülő feleség, hogy miért mondod ezt, drágám? 2 hete tudod, hogy ki van törve, mondtam is neked, de nem csináltál semmit. Férfinak kezd elderülni az agya, folytatja a rendőr, és uram, miért nem kötötte be magát? Biztonsági övnél nélkül autózik, túllép a sebesség határt. Azt mondja a férfi, de hát én bekötöttem magam, akkor kapcsoltam ki, amikor ön megállított. Mire megszólal mellette a felesége, de hát miért hazudsz, sose kötött be magad. Majd a férfinak eldurrant az agy, és elkezdte leordítani a feleségét, hogy maradj csöndben, mert ha nem fogod be a szádat, akkor én fogom be, és nem lesz benne köszönet. De a rendőr benéz az ablakon, és megkérdi a feleségét, hogy ne haragudjon, a maga fire mindig ilyen gorombasz? Nem, csak ha iszik. Szóval... az iskolában azt gondolom, hamar megtanuljuk, hogy az igazmondásnak is van határa. Valahol. És szerintem az iskola sok mindenre tanító lecke. Nem csak arra, amit be kell emelnünk, mert a tanárok belénk akarnak verni, hanem
sokféle csibészséget is meg lehet ott tanulni, életre valóságot, amely még nem bűn, amely még nem azt jelenti, hogy más kárára teszem mindezt. Egyszerűen próbálgatjuk magunkat. Köszönet mindenkinek, aki ezeket a gyerekeket támogatta ebben az esztendőben, szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat, és nektek gyerekeknek is, hogy oda tettétek magatokat. És azt gondolom, hogy van miért hálát adni. Van miért, mindegyikünknek. És szép nyarat mindenki. Amen. Hiszek egy Istenben. Minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjének, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett, értünk emberekért, a mi bűnségünkért. Leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett, Poncius Pilátus alatt, értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott, az írások szerint fölment a mennybe, ott az Atyának jobbján, e újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavában, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozunk testvéreim, hogy Jézus Krisztus követve szíves vállalják életünk mindennapi keresztjeit. Még Ferenc pápa vezetésével és a püspökök közreműködésével rátaláljam mindenütt Krisztus evangéliumára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Köszönjük Istenünk mindazt a tudást, melyet ebben az évben megszerezhettünk. Add, hogy tudásunkat a jóra, a másik ember segítségére, a közösség javára kamatoztassuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj erőt mindnyájunknak, hogy a szegénység, igaztalanság elleni küzdelemhez legyen kitartás bennünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Köszönjük, Urunk, tanáraink, nevelőink egész évben tett fáradozásait, munkáját. Kérünk, áld meg őket, és add meg nekik az örömöt hálánkban, szeretetünkben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Köszönjük, Urunk, a tanév ünnepeit, kirándulásait, sportvetélkedőit. Add, Urunk, hogy a szabad időt nyáron is testünk, lelkünk hasznos pihenésére használjunk fel. Köszönjük, Urunk, a tanév lelki élményeit, közös szentmiséket, közös imákat, lelki napokat. Segíts, hogy nyáron is nyitott szemmel járva a világban keressük a jót, és sok jó cselekedetet tehessünk.
kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, tőled kaptuk hitünket. Add segítségedet, hogy hitből fakadó hiteles életünkkel hirdethessük testvéreinknek örömhíredet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Menj, Atyánk! Szent Atyám, kímélted meg szenvedésedtől is a keresztől. Add kegyelmedet, hogy keresztény türelmes viselésével elősegítsük magunk is mások örök üdvösségét, Krisztus a mi Úrunk által. A kenyérrel és a borral együtt felajánljuk, Urunk, mindazt, ami ebben az évben növekedésünkre szolgált. Oltárodhoz hozzuk, Urunk, ezt az égő mécsest. Te vagy a fény az életünkben, a hittanú órán rólad elmélkedtünk, és az élet értelmét kerestük. Hálával hozzuk eléd a gitát és a labdát, mert a zene és a játék öröme is a te ajándékod. Oltárodra helyezzük, Urunk, a szívünk gondolatait, amelyek a barátságról, a közös munkáról szólnak. Tudjuk, hogy az igazi barát mindig a szeretethez vezet. Urunk Istenünk, felajánljuk neked a kenyeret és a bort, amelyet a szentmisében Krisztus testévé és vérévé változtatsz. Így kicsinségünk és szegénységünk ellenére is igazi barátaiddá válhatunk. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadd el szent fengesztelő és dicsőrő áldozatát, hogy annak erejében megtisztulva, szívünk odaadás és kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert úgy szeretett világot irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltott küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmességet kaptuk vissza tőled, amit elvesztettünk az engedetlenség bűn által, hogy azt szeretes bennünk, amit fiadban kedveltél. Ezért mi is, az összes angyalokkal és szentekkel együtt, Úrunak vallunk téged, és hálás szívvel zengjük.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, áruzd rá szent lelkedet a számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsoroltán ugyanígy kezébe vette a kenyeret is. Majd ismét hálát adott a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyetek ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiöntetik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka. Hálódat hirdetjük, Urunk, és hitben valljuk föltámadásodat, ami bennünk lesz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy szíved előtt állhatunk és szolgálhatunk. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindjárt, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld el szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Miklós püspökünkkel, Lajos Egér püspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében állunk testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdet óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő által, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözletünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj, hogy egyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reményed a várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, a kész és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a
köszöntsétek egymást a béke jelében. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, neki az asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram!
Könyörögjünk. Tested és vére áldott tápléka, megújít minket, Urunk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áldatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük, a kész és uralkodol mindörökkön örökké. Akkor most megszentelem a bizonyítványokat. Jézus, és most te néked mondom fel a leckémet, jó élet a tantád neve, díj az örök élet. Jézus, ahogy te tanítod napomat, úgy élem, nem engedem, hogy bűnfoltja a szívemhez érjen. Sokszor-sokszor gondolok rád, s imádkozom híven, és azt, amit jót cselekszem, neked adja szívem. Megtartom a parancsokat, szeretet az éltem, hogy te néked legyek tetsző, az a törekvésem. Kötelességeimet is híven végzem értel, így akarok élni mindig, tudtam a leckémet? Tudtad. Köszönjük szépen, csücsüljetek le. Köszönöm szépen én is mindenkinek ezt a hittanos tanévet, ami ugye a hittanóráknak vége van, de a Szentmise nyáron is lesz, tehát a templomajtó nyáron is nyitva van, vasárnaponként is. Én szeretnék szeretett emléklapokat átnyújtani azoknak a gyermekeknek, akik vagy szorgalmukkal, vagy buzgóságukkal kicsit többet tettek, hogy közelebb kerüljenek Jézushoz. Mandovics Virág. Meg lehet őket tapsolni. Nagyon ügyesek voltak. Vannak olyan gyermekek, akik már elmentek nyaralni, ugye bejött a nyár. Azoknak a gyermekeknek a nevét is felolvasom, mert ők is megérdemlik. Kovács Rihárd, Balogh Balázs, Kismaja Lilian, Hak Vivien. Mindjárt lejön a kórusról. Majoros Szabolcs. Tessék, itt a csoki. Deák Viktória. Kertész Bianka. Demeter Lili. Hak Noémi. Valaki tette a csokiját. Talapka Petra, Tamás Krisztofer, Balogh Nóra, Virágos Bendegúz, ez Noémi.
Farkas Zsuzsanna. Horváth Anita. Krizsán Bernadett. És most azokat a gyerekeket várom ide, akiknek most nem mondtam a nevét. Kijöhet mindenki, és mindenki kap egy csokit. A nagy gyerekek is jöhetnek onnan föntről. Nagy gyerekek is. Gyertek. Kábor. Még egy van. Laura, gyere Laura! És én pedig egy verssel szeretném megköszönni a jó Istennek, Misi atyának, és mindenkinek, hogy itt lehetek. Uram, szívemből köszönöm neked, hogy rám bíztad kedvenceidet, és én lehettem köztük magvető, hogy kicsírázzék bennük a jövő. Most hálát adok minden sikerért, s minden kudarcért, ami néha ért, mert nem hagyod, hogy elbízzam magam, de szárnyat adsz, hogy küzdjek boldogan. Nem kívánok tőled nagy dolgokat, csak hogy hirdethessem országodat. S lelkemnek most csak egy nagy vágya van, hogy te öleld meg őket általam. Amen. Köszönöm szépen. Akkor jön a prózai dolgok is. A hét ünnepei. Keresztelő Szenten a születésének ünnepe lesz hétfőn, csütörtökön Szent László királyunk ünnepe, szombaton Szent Péter és Pál apostolokra emlékezünk. A szentmisénk a szokott módon alakulna csütörtökön pénteken 18 órakor, jövő héten vasárnap 11 órakor. Isten éltesse mindenkit, aki hétünnepi születés vagy névnapján. A fűnyíráshoz továbbra is várunk önkénteseket, a Kovács Józsinál lehet jelentkezni. Nyári táborunk, régiós táborunk, ismert nyári táborunk júli 29. augusztus 3. régiós tábor, az júli 14 és 29 között lesz itt helyben. Egyházmegyét találkozunk, ugye most szombaton lesz. 7:30-kor indulunk innen busszal, este 8 órakor fogunk érkezni, a buszon majd még 500 pengő forintot összeszedek, ennyi lesz a buszköltségünk. Most a szentmis után pedig az összes rózsafüzér társulati tagot várom egy gyors egyeztetésre ebbe a padsorba. Fogadják az Isten áldását! Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével. Isten.